Eljuthatunk a derűig. Pilinszky Jánossal beszélget a zenéről, irodalomról, filozófiáról, barátságról, Sziget István. Egy zenésztől miről kért ez az ember általában? Természetesen zenéről. Egy költőtől, irodalmártól, irodalomról. Ám a kettő között létezik bizonyos átfedés, hiszen a nyelv egyben zene is. Meggyőződésem, hogy egy muzsikus szükségszerűen költő is, és hogy ez megfordítva is igaz. Pilinszky Jánost kérdezem, mit jelent számodra a zene, és hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba vele? Azt mondtad, hogy a vers zene is, de másképp zene, mint ahogy gondolják. Jellemző, hogy sokszor a úgynevezett legzeneibb költők, mint amilyen Babits volt, közismerten botfülű volt. Én a költészetben sokkal jobban szeretem a fedett zenét, a bőr alatti zenét. A zenéhez való kapcsolatom új keletű. Körülbelül 16-17 éve érdekel a zene. Ami meglepő és ugyanakkor érthető, mivel nagybátyám egyike volt, sőt a 30-as éveknek biztos, hogy a legnagyobb Wagner énekese volt. Vele készítette az amerikai Columbia Társaság az világ első Wagner opera fölvételét, a Tannhäusert, Toscanini betanításában. Azt hiszem, 8 éves lehettem, amikor Zsiga bácsi a Városi Színházban vendégszerepelt. A Lohengrinben énekelt, és egy páholyt kaptunk, családi páholyt, és édesapám mondta, hogy most akarják leszúrni. És én majdnem bekiabáltam, hogy vigyázzon, az életére akarnak törni. Ez egy kicsit megfelelője annak, amikor először voltam moziban, és egy passió filmet vetítettek, néma film volt, és mikor Krisztus Urunkat meg akarták feszíteni, én föl akartam szaladni a mozivászon. Utána beteg is lettem, lázas lettem. De most ennek ellenére, hogy ma családomban volt ez a bizonyos nagybátyám, de volt egy másik nagybátyám, a Géza bácsi, aki első hegedűs volt kezdetben az operaházban, majd a hamburgi operaház szólistája lett, és Bayreuthban többször énekelt. De voltak még ketten vagy hárman, akik elvégezték a Zeneakadémiát. Én nem tudom miért, mégis valahogy ez egy nagyon gyerekes dolog lehetett tőlem. Talán befolyásolt Thomas Mannnak egy mondata, és talán Tolstoy Kreutzer szonátája, hogy a zene ópium, és megfoszt az éles látásunktól. Én elzárkoztam a zene. És akkor 1963-ban körülbelül, vagy 62-ben nyitva felejtettem a rádiót, egyedül laktam akkor egy kis lakásban, nagyon boldogan, és takarította. És egyszerre valami egészen fantasztikus zene szólt a rádióban. Úgyhogy megváltozott a fajsúlya. És szaladtam megnézni a rádióisat, hogy mi volt ez. Bach Hámon szvítje volt. Még délután fölkerestem Pernye Andrist, és megkérdeztem tőle, hogy sokat ír. Azt mondta Andris, rengeteget.
ettől kezdve, amit tudtam, hát rögtön vásároltam egy magnetofont, egy lemezjátszót, és körülbelül napi 10-12, sőt 16 óra zenét hallgattam. Merem mondani, hogy mit tudom én, a Hámmol misét, azt 300-szor hallgattam meg. Hát Bach volt a nagy élményem, és tulajdonképpen ma is. Itt vannak egy nagyon furcsát. Gyerekkoromban észrevettem, hogyha nagyon lázas vagyok, csak bizonyos könyveket tudok olvasni. Például Baudelaire-t nagyon becsültem. Nagyon korán megismertem, és nagyon, nagyon tiszteltem. Hát több, mint tiszteltem, hát rajongtam érte. De lázasan nem bírtam olvasni. Lázasan csak Tolstoyt, Dickenst, Andersent, és hát talán még sorolhatnék egy-két szerzőt, és ez nagyon elgondolkoztatott. Mai fejjel meg tudod-e fejteni, vagy fogalmazni, hogy vajon miért volt ez? Igen, talán meg tudom fogalmazni. Tudod, franciául jut eszembe a szó artificiel, szóval művészies. Hát ő büszke is volt arra, hogy a természetben nincs semmi szép, csak ami természetellenes, ugye? Na most nem ez érteti őt. Ma már. Ez olyan, mint Adit se a modora érteti. Ami abban a korban, ez volt a... Szóval ettől lett Adi. Ma az ember ezen igyekszik keresztül, szóval igyekszik nem tudomásul venni, mert akkor szenvedett, ugye, hogy a New Yorkba trónol valaki. Auschwitz után például ez nevetséges. Hála Istennek didergő atomokká váltunk, ami nem kis szót, még az egész világegyetem atomokból van fölépítve, és nem pózok. Na most a Bachal való kapcsolatom még mélyebb, tudnék azóta, és ez nyilván nem csak betegség, hanem a bűneim következménye, hogy hajlamosá váltam a depresszióra, hajlamosá váltam a rettenetes, az elviselhetetlen bűntudatra. Hermann Hesse ezt úgy írja, egyik hősíről, aki ő maga, olyan önmegvetésben élt, hogy mindenki ez kedves volt. De most, aki ezt a mondatot leírja, az tudja, hogy mi a depresszió. Ahogy például Zbigniew Herberttel rotterdami repülőtéren összetalálkoztunk, egymással néztünk és áttölt, és azt mondta, testvérem. Pedig mosolyogtam. Na most egy nagy depressziós írta egy levelében, most már jobban vagyok, most már föl tudok tenni egy-egy Bach lemezt. Tudod, a depresszióban Bachot se lehet föltenni. De a szabadulás az, ha föl tudsz tenni egy Bach lemezt, akkor már kezdesz kifele menni. Amikor már kifelé mész ebből a depresszióból, ekkor lehet föltenni Bachot, mondod. Nincs-e ennek egy megfordítása? A depressziós állapoton nem segít-e Bach zenéje? Sajnos, azt kell, hogy mondjam, pedig azt hiszem, hogy a legmélyebben talán őt tisztelem minden művész közül. Talán Homéroszt, az Iliászt tudom mellé állítani. Nem. Ez egyúttal jelzi a művészet határát is, és határait is. Mert számomra nem az az esztétikai probléma, hogy most a strukturalizmus van fönn, vagy az egzisztencializmus, hogy most azt találom, hogy a nyelv túl kevés ahhoz, hogy... az én véghetetlen gazdagságomat kifejezzem. Én inkább hajlok arra, vállalva
Dosztojevszki bizonyos retrográd vonásait, hogy ő a maga szerencsétlen stílusa még ma is modernebb, mint Joyce. Joyce-ról már rég nem fognak tudni, amikor rá fogunk jönni például arra, hogy a megmételyezettek olyan dolgokról tudnak, vagy tud, amit ma még nem értünk meg, nem jövünk rá, hogy benne van. 12 éves voltam, semmit nem tudtam Dosztojevszkiről. Latin órára mentem, egy olasz páterhez, és egy kirakatban volt 4 Dosztojevszki könyv, megmételyezettek. Így fordították akkoriban. Az orosz cím Démonok, de gyönyörű a megmételyezettek. Ez ugyanolyan truváj, mint az Idiótát félkegyelműre fordítottuk, amit még szebb. Iszonyú szégyenkezve bementem, és 70 fillérért megvásároltam a 4 kötetet. 12 éves voltam, éreztem, hogy nem gyerek kezébe való. Tehát a boltos odaadta, térdnadrágom volt, egy régi elnyúzott térdnadrágom, és becsúsztattam 2-2. De a kapocs rosszul fogott már. Na most ez egy Dosztojevszkis jelenet volt, tudni, miközben a akkuzatívus cum infinitívóval, satöbbivel küszködtem. A kötetek állandóan ki akartak csúszni a nadrágomból. Én azóta nem olvastam ezt a könyvet. Mindenre emlékszem. Pontosabban arra emlékszem, és ezt például nem értem, hogy hogyan, ami azóta aktuális lett. Ami azóta nem aktuális lett, hanem reveláció lett. Egy zavaros regény, na de hát ami ott van anyagban, hát az káprázatos. Na most ezt kérdezted, hogy Bach a depresszióban. Nézd, a művészettel kapcsolatban, és ezt nem ártott ezt a határt megtapasztalnom. Bizonyos időben botrányom volt, hogy egy vesegörcs esetében akármit teszel föl, az nem segít. Tehát a művészet mindenek ellenére valahol a testi fájdalmon unneni van. Tudod? Ezeket nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt ezt elhelyeznem. Nagyon nehéz volt elhelyeznem. Ma talán annyit tudok, hogy ez a testi fájdalom, ez semmiféle filozófiával nem lehet kivíteni. Például a keleti vallások itt tévednek, mert a bölcs tulajdonképpen sorstalanítani kívánja magát. Na most Jézus esetében az a fantasztikus, hogy mindazt tudta, amit Buddha, és ugyanakkor végigcsinálta a legvéresebb sorsát. Érted? Ő tudta, hogy azt a küszöböt nem lehet elkerülni. Amikor az értelem és minden kialszik, és nincs segítség. Ezt nagyon szépen régi festők úgy ábrázolták, ugye, hogy Jézus agóniájában az Atya lehunja a szemét, és a Szentlélek oldalt fordul. Ezt tudni kell. És Bach tudta, ismerte abszolút ennek a határait. Hát gondolja a kantátái közül, például Ich hab's genug, ugye, és 1000 dologra. Ennek ellenére, mondom, a zene számomra több, mint az irodalom, és több, mint a filozófia. Főként, nézd, ma számomra.
azt hiszem mindannyian másként fogalmazzuk meg. Igen. Most számodra miért lehet több a zene, mint az irodalmár, holott költő vagy? Legyünk igazságosak. Tulajdonképpen egy bizonyos fokon túl mindegy. Nekem Bach nagyobb gondolkodó, mint Kant. Na, itt rögtön különbséget teszek gondolkodó és filozófus közt. Mi a különbség? Az, hogy a gondolkodó hallatlan nagy gondolatokat közöl veled, például Dosztojevszki, de nem akarja 100%-osan bizonyítani azt, amit mond. Ez a különbség a gondolkodó és a filozófus között. Nekem nagyon nagy hajlamom volt a teoretikus gondolkodásra, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én utam, és hasonlóvá válok a féltékeny férjhez, aki egészen bizonyos akar lenni a felesége felé. És szükségszerűen végül semmit se lát belőle, és elveszti. Míg ha megmarad a gondolkodásnak a toleráns szintjén, akkor helyet ad a másiknak, és esetleg megszülethet az a csoda, amit szerelemnek, házasságnak, barátságnak. Na most, ez a zene, ez nem csak zene. Szóval ő nem azzal hat, hogy gyönyörűen harmonizál. Ez nyilvánvaló, hát ez egy üres játék lenne, ugye? Például Gabriel Marcel, aki jó barátom volt, az mondta, hogy Bach megragad egy olyan realitást, ami a világban nem létezik. Tudod, a világban tények léteznek, amit mi valóságnak mondunk. És tudod, a valóság az rettenetes erős és rettenetes gyengét. Szubtilis. Ez az asztal, amit most itt megfogok, ez kemény tény. Egy gondolat már sokkal finomabb. A valóság pedig az teljesen. Erre mondta Rilke, rettenetes, hogy a tényektől soha se tudhatjuk meg a valóságot. Tudik, a tények befalasszák a valóságot. Na most a művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket, és eljutni a valóságig. Ez a filozófia, ez az irodalom, ez a zene. Tehát egy bizonyos fokon túl teljesen mindegy, hogy egy muzsikussal ülök együtt, ha eljutunk hasonló vagy megfelelő fölismerésekhez, egyszerűen praxisban. Lassan észrevettem például minden megfontolás és meggondolás nélkül, hogy muzsikusokkal érintkeztem. Na most itt a legtündökletesebb találkozásom a Kocsis Zolival volt. Nála egy lenyűgöz, ilyen mezítelenül a tehetség jelenlétét még nem láttam emberben. Akkor a szeretetnek és az aggódásnak egy olyan fokát váltja ki bennem, amit én nagyon kevés emberrel szemben éreztem. És beszélgetve dolgokról, oly tisztán látott irodalmi nehézségeket, zenei nehézségeket. Például írtó bájos volt, én nagyon későn felfedeztem Schubertet. És el voltam ragadtatva, és pont Beethovennel szemben, aki végig titáni maradt számomra. Tehát hol döngeti a falakat, hol iszonyú finomsággal próbál kiszállni az ablakon, de nem. És Schubert az első hangra kiröpül. De most tulajdonképpen főként aztán az utolsó darabjai, hát az valami olyan
csodálatos tisztaság, mint egy agonizáló gyereknek a hallucináció. Ő már nem komponál, ő egyszerűen leírja a dolgokat, amik jelentkeznek, és Zolival vitatkoztam erről Párizsban. 4 éve. És most egy éve lett, vagy egy fél éve Simon Alberttel ültünk itt 3-asba, teljesen másról beszélgettünk, és a Zoli mindig lóugrásokban beszél, és odafordul felém, rám bök, azt mondja, Schubert kérdésben igazad volt. Tehát itt zenészekkel szemben zenében csatát nyertél tulajdonképpen. De nem nyertem csatát, mert volt, amikor ő söpört le. És nagyon boldog voltam. Amikor azt hiszem, amennyire ezt elmondhatjuk valakiről, de valójában fölmértem, nem csak mint művészt, hanem mint embert is, és mint gondolkodót, az egy párizsi koncertje után volt, amikor együtt jött, úgy adódott, hogy együtt jöttünk haza. És a repülőgépen én elkezdtem neki fordítani a Le Monde beli kritikát. És ő nagyon szerintem azt mondja, hogy Jancsi, ne fáraszd magad. Engem nem érdekel ez a kritika, és egyáltalán semmiféle kritika, mert az ember saját magának a legpontosabb kritikusa, csak legyen ereje odafigyelni. Azóta tudom, hogy legalábbis egykorúak vagyunk. De lehet, hogy ő idősebb. Ő azt mondja, hogy egy nap sincs köztünk különbség. 75-ben Zoltán koncertezett Párizsba, fölhívott, hogy nagyon fontos megbeszélni valójában velem. És akkor elmentem egy kávéházba, ő ott ült, egy asztalnál egyedül magában, és mondom, mi az, Zolikám? Mi olyan fontos és sürgős? Azt mondja, szeretnék veled egy operát csinálni, mert te vagy az egyetlen olyan szerző, akit helyet hagy a muzsikusnak. Hát mondom, boldogan, tehát soha nem gondoltam arra, hogy operát írjak, tehát ezek után fogok erre gondolni, és majd meglátjuk. Na, eltelt néhány hónap, egész máshol, itthon, a Táborhegyen találkoztunk, és mondom, Zoli, mi van az operával? Azt mondja, opera, hát olyan nem létezik. Na, én erre le is álltam. Míg nem, egyszer, egy éjjel, nem sokkal azelőtt, hogy kórházba kerültem, telefonált. És azt mondja, Jancsi, te ígértél nekem valamit. Mondom, mit? Hát egy operát. Hát mondom, jó. Hát ha ezt tényleg komolyan gondolod, akkor majd gondolkodom rajta. Felírtam a címet 3 egyfelvonásos opera énekeseknél. Akkor az első felvonást, az tulajdonképpen a Sheryl Sandberg könyvemből vettem, ami annyi, hogy egy felvonás, egy barokk foajé, olajfestéses ajtókkal, amiben a legkülönbözőbb korú gyerekek állnak, és a legkülönbözőbb korú kosztümökben, korszakbeli kosztümökben, és hallgatóznak, kopognak, dörömbölnek, majd egész mozarti ritmusokat vernek ki az ajtón. Ez az első kép. A második kép ugyanez aggastyánokkal. A harmadik kép ugyanez, de senki sincs a színen. És a nagy csöndbe egyszerre elkezdenek bentről kifele kopogtatni, dörömbölni, hallgatózni, és mozarti ütemeket is kikopogtatni. Ez az első egyfelvonásos.
többször említetted azt, hogy mozarti ritmusokat. És elkezdtük Bachnál a zenéről való beszélgetésünket. Igen. Megemlítettük Schubertet, és egy merész ugrással már is a mánál, illetve egy cseppet a jövőnél kötöttünk ki. Olyan kráterszerűen közelítünk középre, és elhangzott most Mozart neve is. Igen. Ő valahol középütt van, én úgy érzem. Igen, gondolom, igen. Valami mélyebb kötődés fűz Mozarthoz. Én Turemben hallgattam egy, jelen voltam egy zenei fesztiválon. A Bériónak a Dante darabját mutatták, azt hiszem a poklot. Maga Bérió olvasta a szöveget, és utána másnap délelőtt Boulez Mozartnak a fúvós szerenádját vezényelte. Rendkívül frappírozott a Bérió mű. Ugyanakkor olyan volt, hogy tisztára hatásokból volt kikeverve. De most a Mozartnál az volt számomra másnap a döbbenet, hogy a Mozart nekem úgy tűnt, talán ezután a Bériu darab után, mint egy régi orvos, mondjuk a 18. század, aki fodros ingben és kézelővel érkezik, és mint egy halálpontos diagnoszta kitapintja a halálos pontot, és abban a pillanatban lekapja az ujját, és megigazítja a fodra. Na most ez a másodperc, vagy a másodpercek, ez a töredéke. Ez olyan összetett, hát kár a jelzőket keresgélnünk, szóval a legnagyobb jelzőket lehet elmondani, és ahogy a konvencióba kvázi visszalép, anélkül, hogy bármilyen fölösleges gesztus csinál, az emberi tragikumnak kijáró. Szóval, és ez, hogy, na most kinek van igaza? Kinek van igaza? És amikor én, mert végül az utolsó kép, mondjuk, mikor belülről kifele dörömbölnek, ez a pokol. Érted? Na most itt, hogy dörömbölnek, ez sokkal kevesebb, mint hogy mozarti ritmusokat kopogtatnak. Ami már majdnem az üdvösség, vagy talán az üdvösség. Érted? És ezzel megadják az egésznek, mondjuk ennek a harmadik képnek, ezt a mozarti komplexitását. Bachról nincsen kételyed. De a Mozart néha olyan, mint egy pillanatra, mint egy angyal zuhanása. Szóval egy angyal, de zuhan. És akkor újra megnyugtatja a hallgatóit. Ahogy én elkezdtem, hogy beszéljünk zenéről, nem tudtunk erre koncentrálni, automatikusan kiderült a tény, hogy nincs ilyen. Hogy nincsen külön zene, nincsen külön költészet, nincsen külön képzőművészet, hanem mindannyian ugyanazt akarjuk talán elmondani, más anyaggal dolgozunk, és más hogyan. Beszéltünk a találkozásokról. Az emberi találkozások, én úgy hiszem, tulajdonképpen csodálatos vagy borzalmas pillanatok az életben. Én úgy érzem, hogy a verseidben is ezeket a pillanatokat ragadod meg, amiket azt hiszem magad se tudnál mindig megmagyarázni. Egy-egy hangulat, illetve ha megtudnád, talán nem is írnád meg, vagy akkor nem lenne vers. És azt hiszem, nem lenne zene se, és sok minden nem lenne, hogyha meg tudnánk fogalmazni a valóságot. Próbáljuk meg komplexen megközelíteni erre a valóságra való törekvést a zenében és a költészetben. Hát most nagyon nehéz kérdést tettél fel. Nem is tudom, honnan induljak el. Nézd, azt mondja, hogy baj van a szemünkkel. Baj van velünk. Baj van magukkal a tárgyakkal is.
Ugyanakkor meg vagyok győződve, hogy egy műanyag kilincs. Legvégül semmivel se hitványabb egy szép rész kilincs. Viszont egyre több műanyag vesz körül bennünket például. A szemünk egyre inkább kopog a tárgyakon. És ez egy számkivetettség érzést ébreszt bennünk. Na de egyszerre tudom, hogy ez akármilyen erős érzés nem igaz. Én hiszek abban, hogy egy műanyag, egy tönkrement műanyag lavor épp olyan szakrális, mint az esthajnal csillag. Viszont az üdvösséget nem szabad előlegezni. Tehát, ha a pillantásomban, vagy az érzékelésemben ez nem elemi, akkor nem szabad jobbat mondani arról a dolgról. Sőt, lefele kell nyomni. Azt merném mondani, víz alá kell nyomni. Szóval a műanyagot műanyagabbá kell tenni. És abban a pillanatban elkezd sírni. És abban a pillanatban tortúra súlya alatt egy olyan sikolyt ad, mint a martírok. És tulajdonképpen egy versben ma voltak boldogabb korok talán. Ezt a nagyon néma, férna vékony sírást kell meghallani, amit ezek a tárgyak, ezek a lények, ezek a szituációk adnak. És itt van az én nagyon gyötrelmes és hányatott reményem, amit én legvégső bizalomnak nevezek. Minden tárgyal, minden szituációval, és minden emberrel szemben, beleértve még önmagamat is. Mielőtt bekapcsoltuk a magnetofont, erről beszéltünk, akkor valahogy nagyon szépen megfogalmaztad ezt. Elmondanád még egyszer ezt a legvégső bizalmat. Nézd! Optimizmus, pessimizmus az a tények szintjén érvényes. Túl a tényeken, a realitás szintjén már nem. Ha én egy operettet látok, egyszer láttam, megértem, hogy a két világháború közti szegény cserédlányok azon a vasárnapon, és aztán az operett után lettek öngyilkosok a legnagyobb százalékban. Még nincs deprimálóbb. Ha leülsz egy Chopin-et tudod hallgatni, akkor nem a rámás csizmálót visel a babámat akarod hallani. És abba te nem fogsz felszabadulni. Majdnem arszpoétikus vallomásnak is értelmezhetem ezt. Említetted már az operettet. Az egy olyan hamis illúziót ad, ami eleve kilátástalan. A művészet talán fölveti a problémát, talán gondolkodásra serkent. Önmagunkban kell egy befejezést keresni. Ezt nem kaphatjuk meg kívülről. Én azt hiszem, hogy már a művészet, és aztán sok egyéb, már olyan szinten zajlik, amit nem tudunk ellenőrizni. Amiről nagyon keveset tudunk. Mert hogy hány jegy kell tel legfeljebb annyit. Az, hogy mi a hatása, mifele megy. Lehet, hogy nem gondolkodásra késztet, hanem ólmeleket ad. Nem tudom. Ugyanúgy ellenőrizhetetlen, mint az ima. Minden esetre, olyan korokban, amikor a kommunikációról súlyos kételjeink vannak,
amikor a metakommunikációt is kénytelenek vagyunk bizonyos értelemben kétségbe vonni. Az írás személytelenségében például, vagy a művészet személytelenségében még mindig van remény a személyes, a párbeszédre. Én hiszek abban, hogyha például Tolsztojjal beszélgetnék, és utána lefeküdnék az ágyba, és elolvasnám az Iljics Iván halálát, akkor beszélgették vele igazán. Tehát így az írás személyessé válik, és... Személyessé válik a személytelenségébe. Tudnék, érzed, hogy semmifele nem akar taszigálni. Taszigálással még senkit se térítettek, se észre, se nem üdvözítettek, se nem boldogítottak. A könyvnek, és most újra irodalompárti vagyok, bár tudnék kottát olvasni, az a hallatlan szépség, hogy valaki, aki egyedül van, belekezd a legmélyebb párbeszédbe, bizonyos értelemben, és ezt egy érdekmentes szférában bármikor a kezembe vehetem egy adott pillanatban. Én nem azt mondom, hogy ez a legnagyobb dolog, de ez mégis a vigasztaló dolgok közé tartozik. Nagyon kedves jó barátom, irodalmár egyszer azt mondta nekem, tudod, nálam az a baj, hogy időnként összetévesztem az irodalmat az élettel. Én akkor csak azt kérdeztem tőle, hogy szerinted ez baj? Igen. Pedig nincs különbség. Én nem tudok különbséget tenni. Illetőleg amennyiben különbséget tudok tenni, azt az irodalmat nem szeretem. Szóval az a bizonyos csak irodalom. Tulajdonképpen az irodalom és a művészet talán nem is több, mint egy széles baráti kör. Úgy érzem, újra egy olyan ponthoz érkeztünk, amiről érdemes külön is beszélni, nevezetesen a barátságról. Igen. Beszéltünk arról, hogy szívesebben olvasom el az Iljics Ivánt, mint beszélgetek Tolsztojjal. Illetőleg inkább párbeszéd Tolsztojjal elolvasni az Iljics Iván halálát, mint esetleg elbeszélgetni vele. A barátságnak ez a lényege. Nem vág ide, pontosan mégis ide vág. Chesterton azt mondja, a nők mindig valakihez beszélnek, a férfiak a témához szólnak hozzá. A művészet valami ilyen, megkeresni azt a személytelen és forró attitűdöt, amelyel ugyanakkor zavartalanul és mindenfajta kirekesztés nélkül, és ugyanakkor nagyon személyesen mindenkivel szót válthatok. Hát valami ilyesmire céloztam, amikor ezt mondtam. Azt hiszem, a Gesamtkunst az zseniális tévedés, mert a művészet eleve egy, és hogy a görögök mondták, végül minden egy. Tehát valahol, azt hiszem ezen az úton, a barátságnak ezen az útján kell járnunk, és furcsa módon a művészet egy olyan szerelem, ami a barátság törvényei szerint
funkcionál és egzisztál. Hiszen tulajdonképpen ezt szeretnénk mindannyian. Befut az a valami is, ami szeretett, befut a részvét is. Egy művész esetleg minden látszat ellenére mélységes részvétet is érez önmaga, és minden és mindenki fele. Ez olyan messze megy, ezt a legszebben számomra, és ezt mindig elismétlem, de valahogy nem jut el az emberekhez. Simone Weil egyik jegyzetében írja, hogyan szabad a hazát szeretni. Azt mondja, a hazát csak egyféleképpen szabad és lehetséges szeretni. Úgy, ahogy Homérosz az Iliászban, úgy, ahogy Jézus az evangéliumok szenvedés történetében, vagy úgy, ahogy a nép dalokban. És levonja a végkövetkeztetést. A hazát egyedül részvéttel szabad, és egyedül részvéttel lehet szeretni. És hát ez milyen messze, messze eső valami, és már is látja az ember például, hogy a népművészetben létrejön az, ami a barátok közt. Mindenki egyenlő. És furcsa módon valóban egyenlő. Szóval majdnem olyan, mint a megtestesült mennyek országa, tudik minőségileg is egyenlő. Minél mélyebben megértem a kereszténységet, annál mélyebben megértem a buddhizmust, minél mélyebben megértem Bachot, annál mélyebben megértem Mozartot. A minőségek nem zárhatják ki egymást. Azok bizony ott ülnek annál az asztalnál már, ahol nincs első és nincs utolsó vendég. Fölvetődött közben bennem egy probléma, egy kérdés. Jó 100 éve, körülbelül Arany János óta Magyarországon és világszerte is beszélünk az úgynevezett nagyvárosi magányról. És mi most itt 1979-ben, ahogy mondani szoktuk, a 20. század végén barátságról beszélünk. Létezhet-e ilyen még ma? Nagyon nehéz kérdés. Nézd, ha akadémikusan válaszolok, akkor nyilván sose létezett olyan értelemben, ahogy abszolút kör nem létezik, vagy abszolút pont nem létezik, holott van pont, szükségszerűen kell, hogy legyen pont, holott nem létezik, realizálhatatlan. Na most valamikor ez valóban úgy tűnik, hogy közelebb kerül a megvalósuláshoz. Vannak tökéletesebb és tökéletlenek körök. Újra és újra fölépülnek a nagyvárosok, hiszen a nagyváros problematikáját már Róma és Babilon és nem tudom mi ismerte, és mégis újra és újra fölhúzzuk a nagyvárosokat. Hát bizony... Azt hiszem, hogy ez nem segíti az emberi érintkezést, de azt hiszem, hogy a beszélgetésünk elején én mondtam, hogy a tényeket illetően én pesszimista vagyok, pontosabban. Optimista és pesszimista vagyok. Szerintem ez már maga a pesszimizmus. Ez önmagamnak eleve egy olyan leszűkítése, de a tények szintén csak ez lehetnek. De azt hiszem beszéltünk arról, hogy van a valóság, amit keresünk, és van, amikor a tények rárakódnak, jobban rárakódnak a valóságra, a valóság élményünkre. Történt egy tragédia. Nem tudjuk megnevezni. Én, mint hívő, ezt mondhatom, de
De akár hívő vagyok, akár nem, éreznem kell, hogy az emberi szituáció végül is tragikus. De nem beszél is. Szóval, ha ellentétpárt kellene felállítanom, én azt mondanám, hogy a görögök azok tragikus életérzésben éltek, és derűvel. De nem egy optimistán pessimistának lenni, vagy pessimistán optimistának. Ezt a kettőt így nem lehet vegyíteni. Szóval ez egy nem létező keverék, és egy nem létező választás. Nagyon tisztán tudnunk kell, vagy jó tudnunk, úgy is tudjuk, mindenki tudja, talán a kövek is, hogy egy tragikus szituációban vannak, de eljuthatunk a derűig, ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy megúszhatjuk azt a létezésnek azokat a adományait és csapásait, amik messze meghaladnak minket. Újra elhangzott, hogy a tények, a realitás és a valóság. Már beszéltünk erről a valóság kereséséről. Fölmerült bennem egy kettős kérdés. Személy szerint számodra a barátság mit jelent, mint embernek, és mit jelent, mint költőnek? Nézd, engem a barátság tartott életben. Én barátságra születtem. Nekem nagyon sok barátom volt, és van, hála Istennek, de nem is ez a döntő. Én a barátoknál is fontosabbnak tartom a barátságot. Az egy emberi magatartás. Ezzel kell mindenkihez közeledni. Szóval a barátság atmoszférájában kell élni. Akivel kapcsolatom támad, ha az 5 percnél tovább tart, és csak egy ezrelék lehetősége van, én azonnal átlépek a barátság szférájába, mert különben nem tudok mit kezdeni a másikkal, és föltetlenül se tud velem. És mondjuk ez tényleg életemnek talán legnagyobb ajándéka. Épp a barátság zár ki például minden klikket, minden tömörülést, tudnék univerzális. A Weltbürgert, a világpolgárt illet szembeállítani a hazafival. Szembe is lehet állítani. Mert mindannyian az univerzum polgárai vagyunk. És azt hiszem, hogy a barátságnak valahol itt van, és itt érintkezik a művészettel, hogy ezt érzem, hogy az univerzumnak vagyok a polgára. Bécsben nyitva volt a nagy képtár, éjjel is, és ott a Bruegelokat akartam megnézni. És valahogy előbb a Cranachhoz mentem, és utána megnéztem Bruegelt. Ott éreztem iszonyú élesen, ezt történészek sokkal jobban tudják. Nekem nem fontos itt a dátum, vagy a motiváció, vagy a gondolkodásunk elcsusszása, vagy félrecsusszása. Szóval amikor a mindenség helyett a természetről kezdtünk beszélni, mint egy kisajátítottunk, kivágtunk egy parcellát a mindenségtől, azt elneveztük természetnek, és azon túl volt, hát ugye voltak a csillagok, stb. Na most a Cranach fái azok a kozmosz fái. A Bruegel fái már kezdenek a természet fái lenni. Most valahogy azt hiszem, és ez a jó a krízisekben,
nagyváros, magány, stb., hogy az embert kényszerítik bizonyos dolgok végiggondolására. Én azt hiszem, hogy nem arra kellene törekednünk, hogy a mindenséget természetté tegyük, hanem újra egész a küszöbünkig engedjük. Egyszerűen a kozmoszt, az univerzumot. Tudnék, abban az esetben az univerzum tárgyai túlmutatnak önmagukon, és tükrözik azt a valamit, amire nem lehet rálátni. Mert az univerzumra egy biztos, úgy nem lehet rálátni, mint egy asztalra, vagy egy fára, vagy a természet egy darabjára, egy tájra. De most ha a tudatunkban ketté választjuk ezt, hogy egyre inkább ketté választottuk, én azt hiszem, például absztrakt festők vagy kubisták talán meg se születtek volna, ha nem történik ez a meghasonlás, ez a devalválódása. A természet az univerzumnak egy devalvált változata. Érted, hogy mit? Szóval legalábbis a művészetben. És én gondolom, hogy fejezzük be így. Fejezzük be itt, mert végülis minden pontot összekötni úgyse lehet, és elég sok pontot kirajzoltunk, azt hiszem a beszélgetésünk során, vagy érintettünk. Én nagyon csúnyán beszéltem, telve nyelvtani hibákkal, de ez nem számít. Értek, baj, de még mindig jobb, mint ha, hogy mondjam, az idegzetem helyett a stílusommal gondolkodnék, hogy beszélnék. Mivel búcsúzhatnék, mit kérhetnék végül? Mondd el egy versedet, amit úgy érzel, hogy záróképnek megfelelő lenne. Egyenes labirintus. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek? Olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég, végül is milyen lesz? Milyen lesz a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom-e forró folyosót, egy nyíl egyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk. Eljuthatunk a derűig. Pilinszky Jánossal beszélgetett a zené